813 millióból fejleszt a város, három új szakasszal bővül Békés Csaba kerékpárút hálózata. Nemzetközi együttműködés, Észak-Szumátra küldöttsége látogatott Békés megyébe. Kállai 90, a nemzet színészének életét mutatja be a Jókai Színházban nyílt kiállítás. Jó estét kívánok, önök a 7.tv híradóját látják. Három új szakasszal bővül Békés Csaba kerékpárút hálózata. Az önkormányzata terület és település fejlesztési operatív programban pályázott sikeresen, így 813 millió forintból a Körtesoron, a Berényi úton és a Jaminában még biztonságosabb körülmények között közlekedhetnek a biciklisek. A Berényi út két oldalán a burkolat szélén kijelölt sávban közlekedhetnek, akik arra tekernek. Itt azonban jelentős a gépjármű forgalom, így az új kerékpárút sokat segíthet a bicikliseknek. Emellett további két helyszínen zajlik majd a hálózat kiépítése. Hanó Miklós alpolgármester a Fidesz frakció sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a járda programhoz hasonlóan szisztematikusan építkeznek ezen a területen is. Békés Csaba hasonló léptékű városok között egy kimondottan erős kerékpáros forgalom sűrűségű településnek számít. Nagyon sokan kerékpároznak itt Csabán, és ez lehetőséget ad arra ez a három kerékpárút fejlesztés, hogy biztonságosabban, jobb körülmények között tudjunk bicajozni. Dr. Ferenci Attila tanácsnok is hozzátette, a város mintegy egynegyede rendszeresen két keréken közlekedik, így kiemelten fontos a fejlődés ezen a területen. A Békés Csabai Városfejlesztési Kft. Augusztus elején nyújtotta be a pályázatot a terület és település fejlesztési operatív programban, amelynek köszönhetően 4,5 kilométeren több mint 800 millióból fejlődhet a kerékpáros közlekedés. Az ütemezés úgy fog alakulni, hogy december 31-éig reményeink szerint megkötjük a kormánnyal a támogatási szerződést mind a három projektelemre vonatkozóan. Legkésőbb 2017 első negyedévében elkészülnek a tervek, első negyedévében beszeretnénk nyújtani tervzsűrire a terveket, amint a tervzsűri jóvá hagyja az engedélyes és a kiviteli terveket, ezt követően elkezdődhetnek a kivitelezésre kiírásra kerülő közbeszerzési eljárások. A három kerékpárút kivitelezési munkálatai a tervek szerint párhuzamosan zajlanak majd 2017 második felétől egy éven keresztül. Hallgatói csereprogram, településfejlesztés, ivóvíz gazdálkodás, valamint a turizmus és a kultúra területe egyaránt szerepel abban az együttműködési megállapodásban, amit ismételten készül megkötni egymással a Békés megyei önkormányzat és Indonézia Észak-Szumátra tartománya. A Szigetország egyik legfejlettebb régiójának kormányzója egynapos látogatása érkezett Békés megyébe, hogy elmélyítsék a 2010-ben megkötött kapcsolatot. A lakosság számát tekintve Indonézia negyedik legnagyobb tartománya Észak-Szumátra, ahol 14 millió ember él. Bár a távoli ország éghajlata, kultúrája, gazdasága merőben eltér a miénktől, mégis sok a lehetőség a kötődésre. Számos azonosság figyelhető meg Észak-Szumátra és Békés megye között. Többek között az, hogy mindkét területen rendkívül jelentős mezőgazdasági tevékenység folyik, mondta el a kormányzó, aki ezen kívül a felsőoktatási intézmények magas színvonalát, valamint az ivóvízgazdálkodás területét említette, ami további együttműködésre ad lehetőséget. Ez utóbbi már most is létező kapcsolat Budapest és az indonéz főváros Jakarta között, ahol a fővárosi vízművek többek között víztisztító tevékenységet végez. A távol-keleti látogatók azzal a céllal érkeztek Békés megyébe, hogy új lehetőségeket nyissanak meg. Most abban reménykedem, hogy a jelenlegi látogatásunk keretében felmérjük még részletesebben az együttműködési lehetőségeket. Újabb területek nyílnak meg az együttműködésre a két terület között, hogy aztán ez a kooperáció még színesebb és szorosabb legyen, mondta el az indonéz köztársaság magyarországi nagykövete. Zalai Mihály a felsőoktatásban rejlő kilátásokat emelte ki. Ezek a képzések, ezek vonzóak lehetnek Indonézia és azon belül Észak-Szumátra tartomány számára. Mi felajánlottuk annak a lehetőségét, hogy részben ennek a közvetítésével, részben pedig hallgató csere programokat nagyon szívesen kidolgozunk. Tehát én ebben nagyon komoly lehetőséget látok.
Ezen kívül a találkozó alkalmával további gazdasági együttműködésre is keresték a lehetőségeket. Ennek érdekében a nap második részében olyan cégekkel találkozott a küldöttség, akik Indonéziában is hasznosítható tudással rendelkeznek. A 2015-ben lejárt megállapodás megújításáról a tapasztalatok fényében később döntenek majd a felek. Az új Széchenyi terv több mint 700 milliós támogatásának köszönhetően 2013-14-ben megvalósult a gyulai Göndöcs kert és környezetének felújítása. Az automata öntöző rendszer kiépítésére a pályázatban nem volt lehetőség, azt most saját forrásból valósítja meg az önkormányzat. Javában folyik az automata öntözőrendszer kiépítése a gyulai Göndöcs kertben. A 4 hektáros terület 2,2 hektáros zöld felületén mintegy 8500 méternyi vezetéket fektetnek le a szakemberek. A Göndöcs kert és környezete felújítására sikeresen pályázott Gyulai önkormányzata. Új Széchenyi terv támogatásának köszönhetően megvalósult a Göndöcskert és környezete integrált rehabilitációja, ami azt jelentette, hogy a teljes Göndöcskert 4 hektáros park felújítása megtörtént. Megtörtént a Békesugár út egy részének a felújítása, valamint a művelődési központ, a Vigadó és a Kohán képtár teljes felújítása. A művelődési központra később az Agora program keretén belül is kaptunk 500 000 forint támogatást, így belülről is megújult. Azonban a pályázatokban nem volt lehetőség automata öntözőrendszer kiépítésére támogatást kapni. A Göndöcs kert hosszú távú fenntarthatósága érdekében Gyulai önkormányzata nagyon fontosnak tartja az automata öntözőrendszer kiépítését, ezért úgy döntöttek, hogy önerőből finanszírozzák ennek megoldását. Az önkormányzat igen fontosnak tartja a zöld felületek fejlesztését, és ugye fejlesztését, rendben tartását, karbantartását, és ugye ennek az érdekében valósul meg ez az öntözőrendszer is itt a Göndöcs kertben. Az önkormányzat saját forrásból biztosítja ezt, közel 23 millió forint bruttó bekerülési költséggel valósul meg ez az öntözőrendszer kiépítése. A kivitelezést egy gyulai cég, a Gyula Táv Bt. Végzi. Tekintettel a téli időjárásra, a munkára mintegy 180 nap áll rendelkezésükre. Ennek a beruházásnak a keretén belül 8,5 kilométernyi csőhálózatot fektetünk le a körülbelül 5,5 kilométernyi nyomvonalba. Tehát van, ahol párhuzamosan több cső is fog haladni. 35 zónára van felosztva a terület, az azt jelenti, hogy 35 kört tud vezérelni a jelenlegi rendszer. A zöld felületen jelenleg még a földet ássák. Ha befejeződik a munka, öntözéskor automata szúrófejek emelkednek majd ki a talajból. A bokorsávok öntözésére emellett csepegtetőket alakítottak ki. Így a tervek szerint még az asszályosabb időszakban is üdezölt felületek várják majd a gyulaiakat és a vendégeket a Göndöcskertben. Párválasztás, szerelem, házasság és a háború, ami beleszól a boldogságba. A népi falusi világ életébe, romantikus szépségébe és fájdalmas nehézségeibe kalauzolja el a nézőt a Balassi Táncegyüttes legújabb táncjátéka, az Ádámok és Évák. A minősítő műsort először a Békés Csabai közönség láthatta szombaton a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A piros alma színe tüzes, íze mézén. Aki egyszer belehalad, sosem feled. Akár csak az igaz, őszinte szerelem. Egy igaznak induló szerelem bontakozik ki a színpadon a Balassi Táncegyüttes most bemutatott műsorában, amiben keveredik a tánc és a színház. Maguk ezek a táncok, ezek eszközként felhasználva alátámaszták a szerző által kitalált mondanivalót. Tehát igazándiból itt sem tudok tájegységi leszűkítést tenni, mert gyakorlatilag mindenfelől valók a táncok. Legalább 4 különböző tájegység, a küküllő vidéki magyarózd, a nyírségi bundás bokor és bökönny, valamint a felvidéki Zsére falujának táncait vonultatták fel a szereplők. A díszlet egyetlen eleme az almafa volt, aminek Ádám és Éva történetén túl a magyar népi kultúrában is gazdag a szimbólumvilága. Az alapötletet az adta, hogy a szerző szerint a párkereséssel kapcsolatban ma sokszor gondolunk a régi paraszti világ kultúrájára úgy, mint ami sokkal irányítottabb volt. Az előadás rendezőjének, koreográfusának célja az volt, hogy rávilágítson, bizony ez sem jelenthetett minden esetben könnyebbséget. Bár úgy gondolunk erre, hogy ez egy nagyon egyszerű választás volt, de pontosan azért, mert a szerelem és az akarat az nem mindig egyezett, illetve a különböző nagyvilági események jelentősen befolyásolták egy-egy kapcsolat sorsát.
nem egy könnyű kérdéskör volt ez a régi világban sem. Csípős népi humor. És a háború borzalmai. Az érzelmek széles skáláját jelenítették meg a táncok nyelvén, míg végül az alma az Ádámok és Évák beteljesült boldogságának szimbólumává vált a színpadon. A Nemzet színésze Kállai Ferenc életét bemutató fotókiállítás nyílt Békés Csabán a Jókai Színház aulájában. 38 kép mutatja be a Kállai színházi alakításait, egyéniségét az 1950-es évektől az 1980-as évek elejéig. A kiállítás emlékévét állít a művész születése 90. évfordulója alkalmából. Uram, háborúba jövök én. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal, s magammal. A színművészről készült utolsó felvételek egyikén Kállai Ferenc Ady Endre Imádság háború után című versét szavalt el otthonában, nagybetegen. A felvételt Kamarás Iván rögzítette mobiltelefonjával. A Kállai 90 című tárlat egy évvel ezelőtt indult útjára Gyoma Endrődről, a színész szülővárosából, s most ismét a megyébe érkezett. Kállai Ferenc Gyomán született, tehát Békés megyei, és egy kicsit hazajön ez a kiállítás, ha lehet mondani. És hát mivel ő rengeteget dolgozott Gyulán, még a Sik Ferenc időszakában a Várszínházban, akkor ez is adódik, hogy akkor itt Békés Csabán, Békés megyében legyen ez a kiállítás. Kállai Ferenc az egyik legtöbbet foglalkoztatott magyar színész volt. Fél évszázados pályafutása alatt közel 200 színházi premiéren lépett színpadra. Mozifilmjeinek száma majdnem elérte a 100-at. Hasonlóan magas tévészerepléseinek száma is, a rádió felvételei szinte leltározhatatlanok. Kállai Feri, nekünk Feri természetesen, elképesztő jó színész volt. Tehát ahogy szokták volt mondani, Rómeótól Falstaffig, valóban Rómeó volt az első nagy sikere, és a Falstaff az utolsó sikerek egyike volt. Tulajdonképpen minden, a világirodalom és a magyar drámairodalom szinte minden jelentős szerepét eljátszhatta. A színész a Tanú című filmmel vált ikonná, de számos Shakespeare főszerepet is eljátszott. A Kállai 90 Keleti Éva felajánlásának köszönhetően valósult meg. A Balázs Béla díjas fotóművész saját fotóiból állította össze a tárlatot, és a színművész nevét viselő alapítványi népfőiskola rendelkezésére bocsátotta. Keleti Éva óriási felajánlást tett, amikor segítségünkre indult azzal, hogy a Kállai 90 emlékév kapcsán a saját fotóiból ezt a tárlatot összeállította és a rendelkezésünkre bocsájtotta. Keleti Éva az idén ünnepelte 85. születésnapját. Ő az a színházi fotós, aki iskolát teremtett ebben a műfajban. Hiszen korábban a színházi fotózás egészen más volt, egy statikus fotó műhelyi munka volt, és ő mozgalmassá tette, életszerűvé tette, hiszen próba közben, előadás közben fotózott. Nem kérte meg a színészeket, hogy most meredjenek meg néhány percre, hogy ő a különféle fényeket beállítsa. Tehát egy nagyon életszerűvé tette ezt a műfajt. A kiállítás jövő év februárjáig látható a Békés Csabai Jókai Színházban. Röplabda minibajnokság miatt volt hangos szombaton a városi sportcsarnok. A BRS-ek kezdő csoportos elsős és második osztályos játékosai egy különleges sorversenyen mérhették össze tudásukat, amelyen a felnőtt csapat tagjai is segítkeztek. A röplabda egyre népszerűbb a legfiatalabbak körében, akik példaképeikkel is találkozhattak a viadal helyszínén. A BRS-e célja az, hogy minél népszerűbb legyen a röplabda a lányok körében, és minél többen válasszák ezt a sportágat. 7 csoportot indítottak az általános iskolákban, amik azonnal megteltek jelentkezőkkel. A lányok nagy többsége pedig el is jött a sportcsarnokba erre a házi versenyre. Majdnem 120-an vannak már, akik kezdésként heti kétszer egy órában tanulhatnak röplabdázni.
Persze először ügyességfejlesztő labdás játékok és sorversenyek vannak, hogy minél közelebb kerüljön hozzájuk ez a sportág. Ez az óriási lépés, én úgy gondolom a klub életében, hiszen korábbi években egy olyan 150 környéke volt az utánpótlási játékosaink szám, és a cél az, hogy ezt növeljük, és minél több tehetséges kislány jöjjön ki közülük, de mindenki, aki szeret röplabdázni, és ha nem is lesz tehetséges, ezzel sincsen semmi gond, hiszen nem lehet mindenkiből a Molcsányi Rita vagy Sóstiki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy pontosan ez a lényege, hogy egy föl tudtuk már tornázni ezt a létszámot, hogy 260-an vannak az egyesületben. A sor és váltó versenyen a kicsik is megmutathatták, mit is tanultak eddig, és mennyire sajátították el a röplabda alapjait. És mindezt a példaképek segítségével tették, akik szerint nekik is feltöltődés a kicsikkel találkozni és velük együtt dolgozni. Igazából az a lényeg szerintem ebben a korban még, hogy megszeressék a mozgást, a sportágat. Ebben nekünk is nagy szerepünk lehet, hogy példát mutassunk nekik, hogy azt lássák, kökjönnek a felnőtt meccsekre, hogy élvezzük, amit csinálunk. És az is, hogy a labdával megbarátkozzanak, ugye egyáltalán nem csak ugye az érintések, hanem a dobás, labdavezetésének. És láttam, hogy tényleg az edzőink szerintem nagyon jó munkát végeznek, egy-két kislány tényleg nagyon koordinált, és remélem, hogy a jövő bajnokai köztük vannak. Mi szeretnél lenni, a nagy leszel? Tanítónéni vagy röplabdás. A válaszból úgy tűnik, Sós Nikiék a jó alapot már elültették a kicsik fejében, akik örültek ennek a találkozónak. A bajnokság végén fotózkodtak és autogramot kértek a lányoktól. Ahogy látszott, a szülők is szívesen hozták el a lányokat, mert ők is fontosnak tartják, hogy a gyerekeik valamilyen sportot találjanak maguknak, ami a további életükhöz is nagy lökést adhat. Kell a mozgás, és ez nagyon jó hatással van rájuk, tehát jobban oda tudnak figyelni. A tervek szerint 2 hónaponként lesz ilyen mini bajnokság a sportcsarnokban. A BRS-e későbbi célja pedig az, hogy a város minden iskolájában indítsanak majd kezdőcsoportokat. Közel volt a továbbjutáshoz a Békés Csabai Előre NKS-en a női kézilabda Magyar Kupa 3. fordulójában, de végül mégis búcsúzott a további küzdelmektől. A Lila Fehérek a Debrecen együttesét fogadták a városi sportcsarnokban, ahol ugyan a fehérmezes vendégek kezdtek jobban, de az első félidőt már 14-10-es vezetéssel zárta Skalicki László csapata. Az utolsó negyed órában fej-fej mellett haladtak az együttesek, azonban inkább a debreceniek voltak előnyben. Az izgalmas véghajrában végül a csabaiak egyenlítettek, de a 27-27-es döntetlen a Magyar Kupa kiírása szerint a vendégcsapatnak kedvezett, így a Debrecen jutott a következő körbe. Csodálatos első félidőt játszottunk, kár volt az utolsó pillanatokért. Utána úgy gondolom a második félidőben hozták a Siska Pálmát, ellene már nem tudtuk megoldani. Tehát a többit úgy gondolom, hogy megoldottuk, amikor bekerült az átlövő sorba, ellene fölpult a védekezésünk, nem találtuk meg a lőfő. Ráadásul úgy gondolom, hogy gyors játékban sok olyan könnyű labdát rontottunk el, amiben de voltak rossz döntések, amelyek ehhez a részhez. Nem tudok mit mondani, nyilván nekünk most már egy dolog maradt, a bajnokságra koncentrálni. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!